In medias lesz kezdem, annak ellenére, hogy a meghívó szerint Horthy Miklós emlékezetéről fog szólni az előadás, és valójában erről is fogok beszélni, vagyis arról, hogy a magyar történetírásban és a magyar történetpolitikai gondolkodásban Horthy Miklós hogyan jelent meg a két világháború között, hogyan jelent meg az államszocializmus időszakában, és mi a probléma vele a rendszerváltás óta. Mégis azt hiszem, hogy akkor járok el helyesen, hogyha bármi röviden is, de egy kicsit Horthy Miklósról, mint személyről is beszélek, hogy érthetővé váljon a vele kapcsolatos vita, diskurzus. 1868. június 18-án született Kenderesen, amely ma a 4-es út mellett található, hogyha Debrecen felől valaki közelíti Budapestet, akkor útközben talán a, szerintem a fényekből lehetne. Csak azért, hogy jobban lássák, de hogyha nem zavaró, akkor nekem tulajdonképpen így is jó. Apja Horthy István volt, egy tiszántúli középbirtokos, közlemesi családnak a sarja, néhány ezer holdas birtokkal, Tisza Kálmánnak a híve, szabadelvű politikus, parlamenti képviselő is és felsőházi tag is. Anyja Halasi Paulina, aki a kor szokásainak megfelelően természetesen nem dolgozott, pontosabban a feladata a háznak az irányítása volt, és 9 gyereknek a fölnevelése, ami abban a korban is egy elég tetemes szám volt, amikor az átlag gyerekszám nem 1 és 2 között ingadozott. 8 éves koráig Horthy Miklós a családi kúriában élt, ami itt az 1960-as években látható állapotot mutat, és az elemi első két osztálynak elvégzése után a Debreceni Református Kollégiumban tanult ugyancsak 2 évet, és a Debreceni Református Kollégiumból 10 évesen a soproni német nyelvű gimnáziumba iratták be, itt látható, mint fiatal gimnazista. 4 évet maradt Sopronban, vagyis a gimnázium első 4 osztályát végezte el, közben egy baleset következtében bátyja, aki tengerésztisztnek tanult, Horthy Béla meghalt, és a család úgy döntött, hogy Béla helyébe Miklóst állítja, és az első 4 osztálynak az elvégzése után a fiumei tengerésztiszti kadétképzőbe iskolázták be, amely akkor a monarchia egyik elit intézményének számított. Az épület ma is megvan, hogyha valaki Fiumében, mai nevén Riekában jár, akkor megtekintheti, közel van a főúthoz. Azért mondtam, hogy elitiskola volt, mert abban az évben, amikor Horthyt fölvették, 612 jelentkezőből 42 került be, és ebből a 42-ből 27-en fejezték be a 4 év végén. Ami persze nem azt jelenti, hogy elsősorban elméleti ismeretekre oktatták az ottani diákokat, hanem gyakorlati ismeretekre, hogy hogyan kell egy hajót navigálni, hogyan kell elvezetni, és emellett persze nyelvekre is, azon túl, hogy a oktatás nyelve a német volt, és persze kötelezően tanult mindenki latinul, mint ahogy az akkor a gimnáziumban ez elkerülhetetlen volt. Ebben a tengerészi tisztképzőben tanítottak olasz, franciát, angolt is, és még egy kicsit horvátot is. Részben azért a franciát és az angolt azért, mert az a nemzetközi érintkezési nyelv volt, az olaszt és a horvátot pedig azért, mert a monarchia hadiflottájának, a tengerészeknek jelentős része horvát és olasz volt, és a kismértékben magyar vagy német, és a horvát paraszt gyerekekkel vagy az olaszokkal nehéz volt németül kommunikálni. Tehát ott volt egy speciális adriai esperanto, amely egy keverék nyelv volt, és mindezeket valamilyen mértékig használta. És emellett persze sport. Lovaglás, vívás, mindaz, ami hozzátartozott akkor egy katonatiszti élethez. 1886 és 89 között azután, miután a 4 évet elvégezte Horthy ebbe az iskolába, 3 év gyakorlat következett 9 hajón, különböző típusú hajón, különböző tengereken, a legkisebb ugye a korvett, fregat, a romboló, cirkáló csatahajó, azért, hogy egy leendő tengerésztiszt szintén megismerkedjen a különböző típusú hadihajókkal, és hát ez történt ez alatt az időszak alatt, 99-ben tett tiszti vizsgát, és ezzel lett tengerész hadapród. Ezt követően ismét különböző tengereken szolgál, beosztott tisztként, majd később kapitányként, és 1901-ben egy szabadsága alatt megismerkedik egy Arad megyei, szintén közlemesi családnak a sarjával, akkor 22 éves Purvil Margittal, aki itt látható fiatal korában, akinek megkéri a kezét, megkapja a kezét, úgyhogy vissza Pólába, a monarchia flottájának a támaszpontjára már együtt utaznak,
lakást bérelnek, és nagyon gyorsan a házasság után három gyermekáldás van a családban, 903-ban Paula, 4-ben István, és 906-ban Miklós. 1909-ben 41 éves korában lesz korvett kapitány, ami egy alacsony szintű kisebb hajónak a kapitány a vezetésére jogosítja, és különböző okok miatt, amelyekkel most nem szeretnék foglalkozni, egyike Ferenc József az uralkodó szárnysegédjének, 41 éves ekkor, három fegyverben volt a gyalogság, a tengerészet és a lovasság, és mindháromnak volt egy szárnysegédje, mindhárom fegyverben delegált Horthy mellé, a Ferenc József mellé egy-egy szárnysegéd. Horthy szempontjából ez azért volt jó, mert a tengerész tiszti pálya mellett valamilyen mértékig belekostolt egy királyi udvarnak a légkörébe is, az ott forgolódó diplomaták viselkedéseivel, és egyáltalán az, hogy a politikát hogyan csinálják. 1914-ig a háború kezdetéig maradt Ferenc József mellett. Itt egy rossz képen látható, azért fölismerhető, hogy ott van mellett Ferenc József és hátul Horthy. És 1914-ben, ahogy kitör a háború, visszamegy a Monarchia tengerészeti bázisába, Pólába, és ott a Novara cirkálónak, ami már egy magasabb, a csatahajó alatti szint, a Novara cirkálónak lesz a parancsnoka, ez a Novara, és ő maga pedig Horthy Miklós 1914-ben, amit átveszi a Novarát, itt pedig a Novarának a parancsnoki hídján látható. A háború alatt több sikeres, kisebb sikeres akciót hajt végre, mint ennek a cirkálónak a parancsnoka az Adriai tengeren, ami gyakorlatilag abból áll, hogy az olasz hajókat egy kicsit piszkálják, illetve az olasz partokat néha lövik. És a legnagyobb fegyverténye 1917 májusában, hogy három cirkáló élén szétrombolja azt a zárat, ami az Adriai tengernek a kijáratát Otrantónál elzárta. És ezt az olaszok halászhajókkal, egyebekkel elzárták, hogy a Monarchia ne bírjon kimenni a földközi tengerre, illetve a német tenger alatt járókat ne tudják kivinni. Itt vitték ki Pólából tulajdonképpen. És a Horthynak ez az akciója sikeres volt, a három hajó összesen elsülyeztett 12 olasz gőzöst, 9-et súlyosan megsérült, és ezután tért vissza a katarói bázisra, ami Kotor, azt hiszem, hogy akkor volt Kotor, nem, akkor volt Kataró és most Kotor. Tértek vissza úgy, hogy a Novara is találatot kapott, sőt, Horthy Miklós is megsebesült. Itt látható sebesülten a Novara fedélzetén, amit úgy voltatnak be. És ez a fegyvertény tulajdonképpen a Monarchia hadiflottájának a legjelentősebb fegyverténye volt az első világháború alatt. Magas kitüntetést kapott Horthy, és a tengernagyon még magasabbat, és fölterjesztették Mária Terézia katonai rendjére, ami a legmagasabb kitüntetés volt a Monarchia flottáján belül, és azok döntöttek róla, akiknek megvolt a Mária Terézia rend. Ez volt az első alkalom, meg is kapta később Horthy. Ez volt az első alkalom, amikor a magyarországi budapesti képeslapok címoldalára került. Horthy Miklós a Novara hőse. Előtte nem igen tudtak arról, hogy Horthy Miklós van, és hogy Novara is van. Innentől kezdődően, aki figyelte az eseményeket, az tudott róla. És a jutalom része volt az is, hogy átvette a Prince Eugen csatahajót, amely az egyik legnagyobb a Monarchia flottájába, míg azokon a cirkálókon, meg a rombolókon egy 100 ember, 150 ember szolgál, ezeken 1500 a legnagyobb, akkor 2000. Tehát ezek egy hatalmas, hatalmas monstrumok, nagyon sok löveggel, páncélozottak, és ennek a Prince Eugennek a csatahajóval vesz részt Horthy, venne részt a katarói matróz lázadásnak a levelésében. Ez az első kontroverz momentum, amit érdemes megállni, és pontosan lesz szögezni azt, hogy Kataróban egy matrózlázadást költ az egyik nagy csatahajón, ez átterjedt a többire is, több ezer matrózlázadt föl, és a lázadás eredménye az, hogy 44-et halálra ítéltek, 392-t pedig bevöltöztek a matrózok közül, és néhányat effektíve ki is végeztek, nem csak halálra ítéltek. És a fáma szerint ez Horthy hajtotta végre. A valóságban viszont, amikorra a Prince Eugen Horthy parancsnokság alatt megérkezett Kataróba, addigra a lázadást leverték, az embereket elfogták, és Horthynak az egész megtorláshoz nem volt semmi köze. Ami nem jelenti azt, hogy nem volt kemény katonatiszt, mert ezt követően, amikor a saját hajóján is lázadás kezdődött, és egy hajó lázadás kezdődik, akkor ott haditörvényszéket tartanak, és Horthy, mint parancsnok hozzájárult ahhoz, hogy a két vezér főkolompost, a lázadót kivégezzék. És ezzel, ugye mindezekkel a fegyvertényekkel Horthy egy olyan fajta presztízsre tett szert a
haditengerészeten vagy a katonaságon belül is, hogy amikor 1918 elején a horvát tengernagyot, az admirálist, a flotta parancsokát leváltják, többek között a katalói lázadás miatt, amit a gyengeség jelének fognak föl, akkor nem egy élemedettebb korú, rangban előjáró admirális neveznek ki a flotta parancsokává, hanem nagyon gyorsan előléptetik Horthy ellentengernagyját, ami egy tábornoki rang már, és ő lesz a flottának a főparancsoka. Úgy, hogy ezzel megelőzött pontos számot, 11 admirális és több hozzá hasonló beosztású tisztet. Tehát egy nagy elismerés volt, és a Horthy, mint a flotta parancsnoka, azonnal egy újabb jelentős támadást készít elő az olasz flotta ellen. A támadás meg is indul, de egy kudarccal kezdődik, és le kell fújni a támadás. A kudarc lényeg az, hogy a kinevezett főparancsnok, hogy a büszkesége, a monarchia flottájának a büszkesége az egyetlen magyar építésű nagy csatahajó, a Szent István. A csata kezdetén egy olasz kis hajó torpedót lő ki, és a torpedó egy olyan léket ejt a hajón, hogy 6 óra alatt esküle. És utána visszafordul a flotta, és a támadást le kellett fújni. És hát ezt követően, mint tudjuk, fél év múlva, nem csak hogy a Szent István süllyedt el, elsüllyedt az egész osztrák-magyar monarchia, és hát vele együtt a történelmi Magyarország is. És Horthy Miklós az, aki mint a flotta főparancsnoka átadja a flottát a horvátoknak, hazautazik, jelentkezik 4. Károly uralkodónál, és hazajön Magyarországra. 50 évesek volt. Ha történetesen úgy dönt, hogy nyugdíjas lesz, vagy elkezd kenderesen gazdálkodni, akkor itt most mi nem tartanánk Horthy Miklósról előadást, vagy ha mégis nem lenne ilyen jelentős sajtóépet. 50 éves volt ekkor, és tulajdonképpen itt kezdődik Horthynak az az élete, amely miatt ennyien itt vagyunk, és amely miatt Horthyról szó van. Egyébként egyike lett volna a magyar tábornok, első világháborús tábornokoknak, esetleg Szakály Sándor tudott volna róla tartani egy szűkebb közönségnek egy szakelőadást, de nem ez az, ami miatt Horthy Miklós a magyar emlékezett politikában olyan centrális figurává vált, hanem az, ami ezután következik. Hazatért Kenderesre, és így néz ki körülbelül Horthy, a család és a három gyerekekkor. Magyarországon 1918-19-ben, mint ezt tudják, forradalmak vannak. Összeomlás forradalmak, először egy demokratikus kísérlet, azt követően a tanácsköztársaság egy bolsevista kísérlet. Ilyen előélettel maga mögött nem kérdés, hogy Horthy sem az első, de különösen nem a második forradalomban akar részt venni Kumbéla oldalán, vagy akár Károly Mihály oldalán, hanem azok oldalán keresi a helyét, akik a forradalmakkal szemben egy konzervatív ellenforradalmi politikát próbálnak érvényesíteni. Pestre is fölmegy, nem sikerül igazából ott kontaktust találni, és amikor értesül róla, hogy elő Baradon majd Szegeden 1919 májusában megalakul egy ellenforradalmi kormány, akkor Kenderesről fogja magát, lemegy Szegedre, tájékozódik, és úgy döntött. És mivel ő a Szegeden gyülekező tisztek közül rangban a legidősebb, és tulajdonképpen egy kicsit ismert is az alapján, ami a háború alatt történt, ő lesz előbb az ott szerveződő fegyveres erőnek a parancsnoka, és a szegedi ellenforradalmi kormánynak a hadminiszter is. Így néz ki 1919-ben. És itt ez egy nem nagy sereg, ez egy 4-5 ezer fős sereg, ami Szegeden összeáll, de itt kezdődik el az, ami a két világháború között azután, hát kibomlik, és amit úgy hívunk, hogy hortikultusz. Amikor egy embert valós vagy nem valós cselekedetei alapján oly mértékben heroizálnak és istenítenek, hogy már-már ember fölötti tulajdonságokat tulajdonítanak neki. Itt, amikor szervezik a nemzeti hadsereget, az egyik részben ugye készül róla egy vers, és ezt ott terjesztik nagymértékben, és ez ezt mondja, ez a vers, és ez kifejezi a kultusz teremtőknek a szándékát, meg hogy mit történik. Szegedi tájszólásban írták a verset, úgyhogy úgy olvasom fel. Horthy Miklós Szegedében fehér zászlót bontott, könnyeivel mögírta a toborzó parancsot. Írás közben kihallatszott nehéz sóhajtása, egész ország elvész, hogyha nem lesz katonája. Horthy Miklós kisétált a Tiszának partjára, ott is jár az eszébe, lesz-e katonája. Alig fordul 2-3-at, futára ment utána, hogy a nemzeti hadsereg kész az indulásra. Horthy Miklós föltekintett a csillagos égre, összeszorult a szegénynek szíve örömében. Ahol annyi igaz magyar hűszív dobog össze, az az ország el nem veszhet, élni fog örökre.
Az egyik résztvevő írja, rövidesen a toborzó nótáktól zengett a táj. Utcákon fütyörészték, paprikapalántázásnál dúdolták, a mezőkről visszatérő robogó szekereken énekelték a lányok. De ez vagy így volt, vagy nem így volt, de az biztos, hogy a vers ekkor megszületett. A nemzeti hadsereg fegyveres akciót nem hajtott végre a Magyarországot ekkor megszálló román hadsereggel szemben, hanem kikerülve a románokat, a román hadsereget átvonult a Dunántúlra, berendezkedett Siófokon, és ott kezdett el tovább a nemzeti hadsereget szervezni. És ehhez, meg a későbbi eseményekhez kötődik az, amit fehér terrornak nevezünk, és ami az első olyan pont Horthynak az életében, amely a mai napig ellentétes véleményalkotásra ösztönzi az embereket is, és a történészeket is. Fehér terror volt. Fehér terror a Horthy katonái különítményesei hajtották végre. Horthy felelőssége tagadhatatlan. Írásos parancs, amiben Horthy azt mondta volna, hogy tessék akasztani, tessék gyilkolni, ilyen nincs. Olyan visszaemlékezés van, amely azt mondja, hogy Horthy szóban azt az utasítást adta nekik, hogy keményen eljárni a kommunistákkal szemben szigorral és megbüntetni őket. Nehéz elképzelni azt, hogy ne tudott volna a kilépésekről. Horthy maga is írja az emlékiratában utóbb egyébként, hogy ő ezt tulajdonképpen indokoltnak tartotta, hogy egy ilyen tanácsosztás után és egy vörös terror után, ami előtte szintén volt, az exponált kommunistákat vagy a helyi embereket fehér terrorral, tehát ilyen módon megbüntessék, bíróság ítélet nélkül embereket végeztek ki. Hogy pontosan mennyi nem lehet tudni, különböző adatok egybevetéséből én úgy látom, hogy valamivel többet talál, mint ezeret. Vannak, akik ennél többre teszik, vannak, akik ezeret kevesebbre teszik, soha nem fogjuk pontosan megtudni természetesen, hogy mennyi, de hogy volt ez tény, és Horthy sem tagadta. És innen, miután az Antant a Dunántúlról, Budapestről, Dunatisza közül a román hadsereget visszaparancsolja a Tiszántúlra, ez 1919. november, akkor vonul be Horthy Miklós a nemzeti hadsereg élén november 16-án Budapestre. És akkor mondja el Gellért téren híres beszédét, amelyre tetemre hívta, úgymond a bűnös várost, megfenyegette, mert ez a város volt, mert vörös rongyokba öltözött, amely sárba taposta a címert, meg a stb. De hozzáteszi azt is, hogy kész a baráti kéznyújtásra is, abban az esetben, ha fölhagynak a 18-19-es dolgokkal. És mindez az esemény, tehát a fehér terror és a Horthy bevonulása, talán mondanom sem kell, hogy a magyar társadalmat megosztotta. Már akkor. És már ekkor kialakult két Horthy kép a magyar társadalomban. Mindazok, akik érdekeit a tanácsköztársaság sértette, mert a vagyonát szocializálták például, vagy elvettek tőle valamit, rekviráltak, stb. Azok Horthyra úgy tekintettek, mint egy ország megmentőre, és ahova vonult be, hogy számos esetben bálok vannak, ünnepélyes fogadtatás van, kenyeret adnak át neki, és így tovább, és így tovább. És ez vizuálisan is megjelent, így vannak, akik őt országmentőként dicsőítik akkor, a katonáján túlmenően is, ugye ennek az üzenete eléggé világos, van egy erős kéz, amely egy tengerész egy hajónak a kormányát fogja, és vannak vörös habok, a piros, fehér, zöld színekre játszik rá, és ha valaki nem érti meg a szimbolikát, akkor ideírják neki, hogy Horthyra kell gondolni. De mindazok, akiken a bosszú csattan, akik a fehér terrornak a elszenvedő, vagy egyszerűen csak a két forradalomnak a részvevői voltak, és ezek között olyan emberek is adottak, mint Íj és Gyula például, hogy hajszál tartott, hogy nem végeznek ki, végeztek ki a különítményesek. 16 éves vörös katona volt Íj és Gyula, és még vannak néhányan, akik, hogy Móri Zsigmond, és a többi, akik, tehát rövid időre le is tartóztatnak akkor. Tehát mindazok pedig úgy gondolnak Horthyra, mint gyilkosra. És itt egy karikatúra, nem karikatúra, hanem egy rajz arról, hogy hogy néz ki ez a fehér terror. Ugye a tengerész tiszt Horthy egy lovaglóstorral, és itt a tisztjei, amit hullák előtt áll. És hogy teljes legyen a kép, erről is olvasok föl egy verset, a Horthy, tehát országmentő, ez az egyik kép, a másik kép pedig Horthy a gyilkos, a hóé. Hallgassák meg, hogy hogy vélekedik a baloldal Horthy Miklósról akkor, 1919-ben. Darutoll és Betlen kucsma, Magyarország véres kocsma. Proletáról piros vérig, csapra kérik, pintre mérik.
Véres almon, véres álom, véres étek, véres távol. Vadvidéken, Bőzbudában, vérkehelyben, vérkupában. Tiszturaknak vígmenázsi, vérrel vidám hangulat, tiszturak, tiszturak, tiszti gárda így mulat. Renyhesség bűnétől tisztul, nagy munkában egyre tisztul, dolgozik most, mint a béres, karja fel könnyékig véres. Munkást zargat, zsidót forgat, vér belőle bőven csorgat. Lakcipője vérbe csúszik, húsgyalul ott, bőrt lehúzik. Ott botosztat, itt heréltek, és amott szemet szúrak. Tiszturak, tiszturak, tiszti banda így mulat. Ez a másik volt képekről az időszakból. A többen valószínűleg azok voltak, akik Hortiban országmentőt láttak, de legalábbis a tevékenységét indokoltnak tartották, mert 1920. március 1-én Hortiból, mint a Nemzeti Hadsereg fővezényéből az ország kormányzóját csinálták. Aminek egy kis története van, hogy miért kell Magyarországnak kormányzó. Azért kellett kormányzó, mert a törvényesnek tartott uralkodót, IV. Károlyt, az Antant hatalmat nem engedték vissza Magyarország trónjára. Tehát a trianoni békeszerződésben is benne van, és külön jegyzékben is, hogy Magyarországnak olyan államformája van, amilyet akar, az a királya, akit akar, kivéve a Habsburgokat. Tehát bárki lehet, de Habsburg nem lehet. Mert attól tartottak, hogy egy Habsburg uralkodó Budapesten destabilizálhatja a térséget. És ezért a magyar vezető rétegek úgy gondolják, hogyha nem dönthetünk szabadon, és nem hozhatjuk vissza a IV. Károlyt, amit sokan szeretnének, akkor választunk egy ideiglenes államfőt, határozatlan időre, hogy ami, mindaddig, amíg a királyt vissza tudjuk hozni, vagy rendezni tudjuk a királykérdést, az államfőt, addig lesz egy ideiglenes államfő, Horthy Miklós. És miért döntenek Horthy mellett? Azért, mert ő az egyetlen fegyveresedő parancsnoka, erős kezű ember, azért, mert a tisztjei dolgoznak azon, hogy Horthy legyen az, és azért, mert Nagy-Britanniának a Magyarországra delegált katonai attaséja együtt volt tengerésztis Horthyval Konstantinápolyban, és nagyon szép jó jelentéseket küldött haza Londonba Horthy Miklóson. Ilyenek is közrejátszanak adott, és az ember akkor van ott és mással együtt. Ez, ha látszik, akkor a szavazás eredménye. Megvan a autentikus papír a parlamenti szavazásról, 140 valahányból 130 valahányan szavaztak Horthy Miklós mellett, heten azt hiszem Aponyi Albertre, és volt, aki tartózkodott. A szavazás abszolút értelemben törvényes volt, ez semmi probléma, nem adódott, ez a magyar elitnek a döntése volt, a magyar parlamentnek a döntése volt, amit 1920-ban megválasztottak, és Horthynak a jogkörét, mint kormányzónak a jogkörét, mondhatjuk így, hogy egy közepesen erős köztársasági elnök jogkörével hasonlóképpen rendezték. Mindjárt mondom, hogy mit jelent ez. Ferenc József, mint uralkodó, vagy IV. Károly az első világháború előtt és alatt kétszer avatkozhatott be meghatározó módon a törvényhozásba. Nem lehetett úgy törvényt benyújtani a parlamentnek 18 előtt, hogy az uralkodó előzetesen ne járuljon hozzá. Ezt nevezték előszentesítésnek. Tehát, ha a kormány akart egy törvényt elfogadtatni, akkor előtte bemutatta az uralkodónak. Ha az jóvá jött, akkor bejutották, hogy vitatkozhatok róla. Ott esetleg megváltoztatták, akkor újra visszament az uralkodóhoz, és akkor lett törvény, az uralkodó szentesítette. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a magyar uralkodók 1918-ig egy nagyon erős hatalommal befolyásra rendelkeztek a törvényhozás folyamatában. Horthy ezt nem kapta meg. Kiírtam a törvényből a fontosabb passzusokat, a nemzetgyűlés által alkotott törvények szentesítése nélkül lépnek életbe. Sem előszentesítés nincs, sem utószentesítés nincs. Az van, hogyha nem tetszik Horthynak a törvényjavaslat, a törvény, akkor visszaküldheti a parlamentnek, hogy fontolják meg újra. De ha a parlament azt mondja, hogy én ezt akarom, Horthy köteles aláírni. Tehát nincs utána mérlegelési joga. Ha akármilyen oknál fogva a parlamentet feloszlatják, az is ott van, Horthynak össze kell hívni a parlamentet záros határidőn belül. Hadüzenethez, hadseregnek az ország határán kívül a nemzetgyűlés előzetes hozzájárlása szükség. Nemességet nem adományozhat, főkegyűlő jogot nem gyakorolhat, stb. Stb. Tehát ez múlt, én összehasonlítottam egyszer, Masaryknak, a cseh köztársaság elnöknek sokkal erősebb volt a jogköre, mint Horthynak. Éppen ezért Horthy csak azzal a feltétellel vállalt el, hogy kormányzó lesz, hogyha egy ponton erősítik a jogát, és az a hadsereg. És nem véletlenül hívják őt később legfelsőbb hadúrnak, a hadsereget közvetlenül a vezérkar főnökök keresztül utasíthatta, és már 1920-ban elérte azt, hogy ezt a pontot, hadüzenet, ezt megváltoztassák, így.
Közvetlen fenyegető veszély esetében a kormányzó, a Magyar Összminisztérium felelősség és késedelemnélkül hogy kikérendő utólagos, ez a lényeg, hát nem előzetes, mint korábban volt, utólagos hozzájárulása mellett a hadseregnek az ország határán kívüli alkalmazását elrendelheti. Mi ebben a lényeg? De az a lényeges, ugye, hogyha veszélyhelyzet van, akkor Horthy egy személyben azt mondhatja, hogy a hadsereg megindul, és a parlament meg a kormányzó utólag vagy elfogadja, vagy nem. De a hadsereg már megindult. De elég nehéz visszafordítani. A korábbinál pedig az volt, hogy előtte kell a nemzetgyűlésnek, a parlamentnek jóváhagyni, és csak akkor mehet a hadsereg. Látni fogják, hogy ennek mekkora jelentősége lesz egy adott pillanatban. 1920-ban valószínűleg senki nem gondolta, hogy ennek milyen jelentősége lesz. Minden esetre Horthyt megválasztják, kormányzó lesz. És van még egy kérdés, ami ehhez az itt korai időszakhoz tartozik, hogy akkor visszajön IV. Károly, vagy nem jön vissza. Az Antant azt mondja, hogy nem, de IV. Károlyt viszont a magyarországi hívei fölbíztatják, elhitetik vele, hogy az ország őt várja, és ha visszajön, az Antant is el fogja fogadni. És először 1921 tavaszán békés módon jön vissza Magyarországra, akkor sikerül rábeszélni, hogy jobb, ha visszamegy Svájcba, majd 1921-ben katonassága jön vissza. Pontosabban nyugat-magyarországi sávban egy jelentős magyar katonasság van a burgenlandi kérdés miatt, és az ottani katonaság egy része, ahogy látható, fölesküszik IV. Károlyra. És hadsereg élén jön Horthy ellen. És képzeljék el azt a szituációt, hogy a Horthy, szintén magyar hadserege szemben, magyar diákok és Horthynak a hívei, ezek egyetemisták, állnak föl, és magyarok lövöldöznek egymásra, és a IV. Károly által kinevezett miniszterelnök, Rakovszky, fölhívja Horthyt és Bethlent, akik a várban vannak, mint egy válságstáb, és keresetlenül, ugye mai szlengben mondja nekik, hogy nem adjátok át a hatalmat, lógni fogtok valamennyien. Horthy és Bethlen és egyéb is. Nem lógtak, mert végül IV. Károlya sikerült elhitetni, ott voltak az Antant követek is, hogy hiába jön be, nem lehet király, és azt is közölték vele, hogy a csehszlovák hadsereg mozgósított, a román mozgósítani készült, de a csehek meg is indultak. Tehát körbe támadtak volna a kisantat, akkor már létező kisantat hadsereget, tehát esély nem lett volna IV. Károly. Ezt IV. Károly végre megértette, eltávozott, és ismét az Antant akaratának megfelelően detronizálják IV. Károlyt. A legnagyobb gyerek Ottó kiskorú. Úgyhogy a ideiglenes Horthy kormányzóságból így lesz egy hosszabb, már ekkor hosszabb, több éves kormányzóság, mert momentán nincs olyan ember, akit ugye az ország elfogadna uralkodónak. Ez az egyik. Hát Horthy stabilizálódik, mint kormányzó, viszont a legitimisták, akik végig a két háború között léteznek, főleg arisztokraták, nagypolgárok, soha nem bocsátják meg Horthynak azt, hogy egyrészt lövetett a királyra, saját uralkodójára, ő nevezte ki a flotta parancsnokára, IV. Károlyt, hogy lövetett rá, és a hazugokat detronizálták 1921. novemberben, mint Kossuth Lajos annak idején Debrecenben. Ezért Horthyt végig egy uborkafára fölkapaszkodott Nouveau-Richenek, vagy új gazdag, vagy egy... Nekem gazdag nem volt, de mondjuk a hatalmában a magyar arisztokrácia fölé került, és egy Andrássy család, vagy egy festetis család, ez az életben nem fogadta el, hogy egy jöttment gentry, az fölöttem áll, mint kormányzó. Nem is érintkeztek velük igazából társadalmilag. Ha Horthy ment valahova, például Mikes püspök Szombathelyen, tüntetően nem fogadta. Nem volt otthon egyéb. Tehát arról onnan van a erdélyi grófokkal kicsit más helyzet. Ugye ezek kisebb pénzük volt, Bethlennek, Telekinek, tehát ezek azért jobban együttműködtek a Horthyval, és tulajdonképpen ők is adják a Horthynak az arisztokrata környezetét a két világháború között. Ez az egyik része. A másik része a dolognak, hogy innentől kezdődően Horthy tulajdonképpen tudomásul veszi azt, és nincs is nagyon ellenére, hogy átengedi a politikát azoknak, akik ehhez értenek. Elsősorban Bethlen Istvánnak, aki 21-től 31-ig Magyarország miniszterelnöke. És Horthy a 30-as évek közepéig reprezentatív funkciókat lát el, de igazából semmiféle komoly aktív szerepe nincs. Három helyen él, az egyik a budai vár, amint látják, ez egy elég tágos épület, tehát jól el lehetett ennek férni, a személyzet is ott lakott, mindenki ott lakott, a segédtisztek meg az idegek. A másik a Grassalkovics kastély, ebbe is elég sok szoba van ahhoz, hogy az egész kormányzóság elférjen, itt szokta nyarakat tölteni, egy hatalmas kastélykert volt, ahol vadászni is lehetett, teniszezni is lehetett, minden. És a harmadik hely, ahol szeretett visszajárni, a szülői villa,
hát kis kastély a másik kettőhöz képest, genderis. Amikor ott voltak, az ászlót mindig fölhozták, és csendőrök vigyáztak arra, nehogy inzultus legyen. Ezeken a helyeken van, és innen akkor mozdul ki, amikor például látogatást tesz valahol, itt éppen Pannonhalmán van, amit minden évben rituális módon csináltak, az a vitézhatás volt. Mivel nemességet Horthy nem adományozhatott, ezért 1920-ban létrehozott egy kvázi pótnemesi rendet, amit vitézi rendnek hívtak, és minden évben felavatták a vitézeket, aki az lehetett vitéz, aki az első világháborúban megfelelő idei frontszolgálatot teljesített, és megkapta a kisezőst vitézségi érmet, és persze 18-19-ben a jó oldalon lőtt, vagy harcolt. De legalábbis a rossz oldalon nem. Ha a forradalom oldalán volt, akkor nem lehetett vitéz. Tehát ez minden évben megtörtént, és a körülbelül 4-5000 vitéz volt 1940-ben, a tiszti vitéz, és ezekkel juttatások jártak. A tiszti vitézitelek 50 hold volt körülbelül, amiből meg lehetett rendesen élni. A legénységi vitézitelek 12-13 hold, vagy egy kocsmabérlés, vagy valami boltbérlés. Nemzeti trafik akkor nem volt, meg ha amennyiben volt, akkor is rokkantak kapták, tehát az nem volt. De egyébként kaptak a vitézrend. Úgyhogy mindig megjelenik, és a 30-as évek közepétől változik a dolog. A 30-as évek második felében. Ekkor Horthy aktívabb lesz, de főleg külpolitikai téren, látogatást lesz Rómában, Mussolini-nál, megáll Bécsbe, nosztalgikus a bécsi államfőnél, kancellárnál, és találkozik Hitlerrel. Ez már titokban találkozik vele 36-ban, de azt nem publikálják. Nyilvánosan 38-ban találkozik először, ugye nézzék meg teljes tengerki pompába, és persze Hitler is tudta, hogy kell impressionálni Horthy Miklóst, bemutatja neki a német hadiflottát, és ez valóban impresszionálja is Horthy. De oly mértékben nem, hogy amit Hitler kért tőle, azt elfogadná. Azt kéri Hitler, hogy Magyarország támadja meg Szlovákiát, és ez egy apropó lesz arra Németországnak, hogy beavatkozzon, és akkor majd felosztják. És ahhoz elég, hogy így mondjam, judíciuma van neki is, és a miniszterelnök is, hogy ezt visszautasítja, és ezt az ázsán provokatőr szerepet nem. Közben persze folyamatosan építik Horthynak a kultuszát. Ez elkezdődik már, ahogy utaltam rá 20-as években, 30-as években pedig egyre fokozottabb van. A kultuszépítésnek nagyon sok formája van. Ugye egyszerű, primitív üzeneteket kell hatékonyan az emberek fejébe súlykolni újra és újra, ezt a média munkások jól tudják, hogy ők kell csinálni, és akkor ez egy idő, akkor nehezebb volt, mert nem volt még televízió. Meg rádió is csak korlátozottan, újságot is kevesebben olvastak, de akkor is lényegében a technika ugyanaz volt. Itt látható például egy Horthy Irka. A kisgyerek az iskolában olyan füzetet kap, ami Horthy Irka. Tehát ha nem tudná, hogy ki a Horthy, azt elmondják neki, hogy ki a Horthy, és itt megtudják. Ez egy karácsonyi üdvözöl a Horthy Miklósnak a nem saját aláírása, de sokszorosított aláírása. Vagy egy másik, itt egy érme pengőt vernek 30-ban, a kormányzóság 10 éves jubileum. Horthy Miklós tiszteletére. Vagy egy másik, 34-ben a 19-es budapesti bevonulás 15. évfordulója. De joviális kormányzó, csinos feleség, Nagybányai Horthy Miklós, vagy a kormányzó felesége a bevonulás alkalmával. 30 szobrot is készítenek róla, egy nem első vonalbeli Ambrózi nevű szobrász csinálja, de hát élő emberről lévén szó, ez is nem mindennapi, akkor sem volt mindennapi. És 37-ben, a 38-as évfordul elő készítik el a Boráros teret Budával összekötő hidat, ezt Horthy Miklós hídként adják át 1937 végén is, ma Petőfi hídként működik azóta is. Vagy egy másik, aki járt Szegeden, az fölismeri, hogy ez már. Ez az úgynevezett Hősök kapuja, amely a vasútállomástól a város központba érkező Nagy Boldogasszony sugár útnak a végén áll a tér előtt, és itt az árkád alatt ez. Én Szegeden voltam diák, de akkor ezt nem lehetett látni, mert be volt vakolva, de a rendszerváltás után kivontották. Itt egy Abanovák Vilmos hatalmas freskó van, amely többek között Horthy Miklóst ábrázolja a hadserege élén, és vért áldozott, azoknak a vére, akik áldozott, az kötelez bennünket ez a fölött. És tulajdonképpen a világháborús csatajeleneket mutatja be, a domináns alakja Horthy Miklós. A Hősök kapujának. Ma ismét ugyanígy látható.
38, az első nagy magyar nyelvű életrajz megszületik Kortinikusról. Sok minden születik róla, ettől kezdődően, de itt az első különösképpen jelentős. És 1938-ban ugye 70 éves, tehát az adta az apropót ezeknek a kultuszteremtő akciókhoz, és 1938 és 41 között pedig Horthy Miklós kultusza megítélése a csúcspontra jut. Ennek két oka van. Az egyik az 1938 és 1941 közötti revíziós sikerek, a terület visszacsatolások, majd elmondom, hogy miért. A másik pedig az, hogy 1940-ben a kormányzóságnak 20 éves évfordulója volt, és mind a kettőt nagy megünnepelték. A két háború közötti Magyarország alapvető törekvése a revízió volt, ezt mindenki tudja. Ez is egy iskolás, ugye iskolásoknak készülő kép és alatta a szöveg, amit az iskolában mondogattak a gyerekek, az úgynevezett magyar hiszeket. És a térkép mutatja a 38 és 41 közötti visszacsatolásoknak a lépéseit, ez ugye a Dél-Szlovákia, Felső Magyarország, 38 az első bécsi döntés, 39 március Kárpátalja, 1940 augusztus második bécsi döntés, és 1941 április a Bácskai bevonulás. Most ezeken az eseményeken Horthy Miklós mindig részt vett, és mégpedig megtervezettel vett részt úgy, hogy az egész az ő hozzá kötődött. Általában Fehérlovon vonult be, mint például Komáromba, és a magyar lakosság természetesen kitörő örömmel fogadta. A szlovákok kevésbé, nyilvánvalóan. 1939. március 5. Kárpátalja, itt is megjelent a bevonuló tisztek között. 1940. szeptember Erdély, ez valamelyik erdélyi falu, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvára nem Fehérlovon jött, hanem egy Mercedes-szel, és itt a bevonuló honvédek előtt mondja, vagy fogadja őket, és mondja el a főtéren, a templom előtt a beszédét. Ez pedig Szabadkán, a Bácskában 1941-ben, ahol nem volt ilyen ünnepélyes bevonulás két okból, elsősorban azért, mert Teleki Pál öngyilkos lett, és ezért lett öngyilkos, mert ellenezte a bevonulást, és így nem lett volna ildomos, hogyha egy ilyen magyar miniszterelnök öngyilkossága után egy nagy ünnepséget rendeznek, úgyhogy ezért 1941. augusztus 20-án megy el a feleségével a Bácskai városokba, és akkor teszi tiszteletét. Na most erre, ezekre a bevonulásokra, erre egy egész igazán nagy kultusz épült rá, és ekkor kapja a második epitheton Ordnanszporti, az ország mentő után megkapja az ország gyarapító, vagy a hongyarapító jelzőt. Könyvek jelennek meg ezzel a címmel, és nézzék meg a kolozsvári dizájnt. Ez a főtéren van, ugye van egy kis Hitler kép, egy kis Mussolini kép, egy nagy Horthy kép, és sok-sok kis Horthy kép. De mindaz azt emeli ki, hogy van ugyan egy Hitler is, meg Mussolini is, de aki, az azért a Horthy. A valósága persze fordítva volt, ugye, mert ebben érdemi szerepen Horthynak nem volt a visszacsatolásokban, ez nagy utalmi döntések voltak, nem Horthynak a szerepe. Vagy nézzék meg ezt, így a hongyarapító. Tehát föl van sorolva, ugye 38, 39, 40, 41. És terjesztik ezeket a lapokat az ország. És mondanom sem kell, hogy az akkori magyarok többsége számára ez egy pozitív, rokonszenves fejlemény volt, és receptívek voltak ezekre az eseményekre. 40-e, ugye 20 éves a kormányzóság. Ez egy másik apropó arra, hogy emléklapot csinálnak és dicsőítik Horthyt. Kecskeméten a városházán felavatnak egy freskót, Horthy 1920-ban fogadja a kecskemétiek küldöttségét, amiben nem ez az érdekes, hanem az, hogy a freskó mellett, itt van Horthy, mellette kit találunk? Nagy Lajos, Mátyás királyt és Hunyadi Jánost. Tehát beállítják egy olyan sorrendbe Szent Istvántól előre, aminek a végpontja Horthy Miklós. Könyvet is kiadnak ilyen címen, többet is. Sőt, megjelenik egy olyan könyvekor Horthyról, egy 400 valahány oldalas könyv,
amely genealógiai történetet ad elő, hogy tulajdonképpen rosszul tudták a történészek, akkor is rosszul tudták a történészek itt ma, ebben nincs változás. Ugye rosszul tudják, mert valójában az Árpád-ház nem halt ki. Az Árpád-háznak megvan a leszármazottja, aki él, és a Szortimitós. Nem viccelek, tehát ez egy több mint 400 oldalas könyvben van bemutatva az egész dolog. Na most mindezek mi a, ugye van a kultusz teremtésnek és a kultusz gyártásnak egy természete. Hogyha sokáig mondják az embernek ugyanazt, akkor egy idő után elhiszi magáról, ugye? Fiatal korunkban szerelmesek voltunk, és mondták, hogy de szép vagy, de jól néz, és azt mondják, idő után elhittük, hogy így van, és viszont. Úgyhogy itt is az történt Hortival, és hogy addig mondták neki, hogy kormányzó úr, heroikus, mindenek fölött álló, és ezt még olyan emberek is írtak ilyesmit, mint Márai Sándor, aki azért nem akárkiről írt akármit, és Hortiról ő is írt dicsőítő publicisztikát. És ezt ugye a Horthy családon belül kialakul egy olyan érzet, közvetőleg Habsburg Otto nagykorú lett, és Bethlen István még 27-28-ban tesztelte a nagyhatalmakat, hogy megengednék-e, hogy Ottót visszahozzák Magyarországra. És mindenhol azt mondják neki, hogy nem. Ezek után azután Horthy még tovább marad, így tud maradni a kormányzóságon, mert nem engedik meg azt, hogy az Ottót visszahozzák Magyarországra. Elhiszi, és kialakul a Horthy családon belül egy olyan, hát hogy mondjam, érzület, hogy tulajdonképpen nem is olyan rossz dolog ez a kormányzóság. Végeredményben ezt meg lehetne hosszabbítani a kormányzóságot. Tehát tulajdonképpen itt van ugye Budai vár, Grassalkovics kastély, Kenderes. Mi lenne akkor mondjuk, hogyha Horthynak nem a Paula, aki rágva meghal, hanem a Horthynak az idősebb fia István lenne az utód. És 1942-ben sikerül elérni a Horthynak, hogy a parlament kormányzó helyettesé választja a fiát. De mi történik? És ennek az a célja, hogy az utódlás előkészül. Itt a dinasztia. Tehát a potenciális dinasztia, hogy a Horthy, a István és az István. De mi történik 1942. augusztusban? Horthy István, mint repülőtiszt a keleti fronton a repülővel lezuhan, meghal, és utána Horthy már csak a kis unokával tud megjelenni. És a családon belül erről is van szó, hogy hát kicsi még a Horthy, tehát se királyt nem lehet vele csinálni, se kormányzó, de esetleg egy régens tanácsot lehetne mellé fölállítani, és akkor neki lehetne átadni a hatalmat, addig, amíg nagykorú lesz. De hát ezt tudni kell, hogy a katolikus egyház, herceg primás, ehhez soha nem járult volna hozzá, ezt mindig közölte is, és a magyar arisztokráciának egy része is közölte, hogy erről szó sem. Ezért tovább jegelik a dolgot az, hogy majd a háború után meglátjuk, hogy lesz. Most egy, és a háború után meglátták, utána ez egy egész más helyzet. De minden esetre kialakulik. De, és ezt szeretném hozzátenni, hogy itt is a csillogó felszínek. Tehát látszólag az ország sikeres, területvisszacsatolások vannak, valóban erre készült Horthy, de a csillogó felszín alatt azért vannak problémák, legalábbis két olyan probléma, amely a Horthy mai megítélését is, és a 40 utáni megítélését is döntően befolyásolja. Negatív értelemben. Az egyik az, hogy miközben a visszacsatolások zajlanak, más is zajlik Magyarországon, éppen szinkron van a visszacsatolásokkal. Elkezdődnek a zsidó törvények. 1930-tól kezdődően 42-ig egymás után hoz a magyar parlament olyan törvényeket, amelyben előbb a zsidó vallású, később a zsidó származású polgárait súlyosan diszkriminálja, vagyontól megfosztja, állástól megfosztja. Ezeket a törvényeket a magyar parlament hozta, de Horthy Miklós mindegyiket aláírta. És egyik ellen se tiltakozott. Szembe például Bethlen Istvánnal, aki Horthynál is és más módon is tiltakozott, hogy ez katasztrófa és Magyarország ezt nem tette meg, Horthy ezt nem tette meg. És ez az egyik olyan pont, hogyha mondjuk a visszacsatolások Magyarországnál örömre adtak akkor okot, a zsidó törvények a zsidóságba és a velük együttérző magyar társadalomban, mondjuk a baloldalon negatív fogadtatásából természetesen és teljesen érthető. És ezzel nincs vége a történetnek, erre majd még vissza fog térni, de itt tartunk 42-ben. És most képzeljék el azt a helyzetet, ami konkrét eset például, hogy a nagyváradi bevonulás egy ottani zsidó származású nagytőkés finanszírozta. És utána bevezetik Erdélyben is a törvényeket. 40-től kezdődően, Észak-Erdélyben is. Tehát nem egyformán emlékeznek emberek ugyanarra a dologra, ilyen dolgok miatt. Kitörő öröm,
majd azt követően fél év múlva elkezdik érvényesíteni, vagy egy év másik utódunk. De van egy másik is. 1941. június 26-a Magyarország belép a II. Világháborúban. Horthy döntése alapján úgy, hogy erre nincsen kifejezett német kérés. Németek azt mondják, hogy ha akartok, lépjetek be, de nem fontos. Nem kell, hogy ti belépjetek, két okból mondják. Egyrészt már a Magyar Honvédség gyönge, trianoni miatt, hogy nem lehetett fejleszteni. Kettő, Hitler látja azt, és úgy gondolja, hogy ha belép Magyarország, akkor megint követelni fognak valamit. Ugye állandóan kérnek valamit, megint területet, és már ugye ez többet nem akar magadni ennek tulajdonképpen, tehát nem, nincs ilyen kérés. És akkor jön a kassai bombázás, amelyről ma sem tudjuk, hogy pontosan kibombázta Kassát, senki nem tudta bebizonyítani, hogy milyen gépek voltak. Az biztos, hogy az egyik föl nem robban bombán civilbetűs szöveg van. Tehát ez biztos. De azt akárhonnan be lehetett szerezni. Tehát az nem, attól az nem biztos, hogy orosz gép volt. Vagy ha orosz gép is volt, biztos, hogy nem szándékosan bombázták Kassát az oroszok, mert hát nem állt érdekükben az, hogy Magyarországot beugrasszák a háborúba önmaguk ellen, és nem csak utólag fabulálok ezen, hanem volt Molotov külügyi népbiztosnak egy üzenete a magyar miniszterelnökhöz, Bártosihoz, az meg is érkezett, ami úgy szólt, hogy ha a magyarok továbbra is semlegesek maradnak, akkor számíthatnak a Szovjetunió jó indulatára a háború után. Nem tudjuk, hogy ez mit jelentett volna, betartották volna, nem tartották volna, mindesetre nem volt kényszer. És Horthy, és most érek vissza arra a bizonyos törvénymódosításra 1920-ból, 5 perc alatt eldöntötte, hogy parancsot adok a honvédségnek a támadásra. Ferenc József 1914-ben egy hónapig gondolkodott rajta meg a magyar politikai vezetés, hogy a kicsi Szerbiának hadat üzenjünk, vagy ne üzenjünk. Pedig a monarchia egy kicsit erősebb volt, mint Szerbia. Itt Horthy és a környezete is nagyon gyorsan eldöntötte a katonai vezetésnek Horthy, hogy hadba lépünk, mégpedig azért, mert úgy gondolta, hogy lemaradnak abban a versenyfutásban, ami többek között Románia és Magyarország között zajlott. Antonescu, illetve a román hadsereg előbb belépett. És megalapozott a föltevés, hogy ebből sem akart Horthy kimaradni. Tehát úgy a német megközelítő, német győzelemmel számolta. És ismét azt mondom, hogy a magyar arisztokráciának a másik része, Betten és a többiek, akik figyelmeztetik, hogy rosszul dönt ezt kormányzónak. Nem tudjuk, hogy ki fog a háborúba győzni, és nem biztos, hogy biztos, hogy Magyarországnak nem szabadna ebbe ilyen módon belelépni. De Horthy döntött, és kimegy a gyors hadtest előbb a Gyeperi, vagy a Don medence irányába, a Donyeci medence irányába. A gyors hadtest az elit magyar alakulat. Fél év alatt tönkre megy, és akkor visszahozatják, és utána a megszálló erőkkel vesz részt Magyarország a keleti fronton 1943 nyaráig, amikor kimegy a II. Magyar Hadsereg a Don mellé, ez több mint 200 ezer fő, és az 1943. januári orosz áttörésnél ebben a 200 ezer főből meg egy negyede ott marad, mint halott, egy negyede hadifogságra kerül, egy negyede hazajön kéz, láb nélkül sebesülten, és körülbelül egy negyed az, aki fizikai sérülés nélkül tud hazatérni ebben a 200 ezer emberből. Tehát amikor Horthyról azt mondják ma, hogy kiküldje, akkor emögött ez van. Jogszerűen tette Horthy, joga volt ezt a döntést meghozni, hogy a II. Világháború így módon belépünk, de politikailag hibás döntésnek látjuk utólag, vagy én legalábbis annak látom. Ezt követően a Don-kanyari katasztrófa után Horthyék megpróbálnak a háborúból kilépni, nyugati szövetségesekkel tárgyalnak, kötnek is egy előzetes egyezményt, és a magyar kiugrást megakadályozható 1944. március 19-én megszállják a német csapatok Budapest, illetve Magyarországon. És ezzel megint egy új korszak kezdődik a Horthy korszakon belül, Sztójait nevezik ki a volt berlini követett miniszterelnöknek. Horthy előbb le akar mondani, kint van Hitlernél, Leszhenyben, és Salzburg mellett, ha arra mennek az autópályának, egy kis légtérőbe be lehet mennek Leszhenyben kastélyba. Ott fogadja Hitler Horthyt, és ott közli vele, hogy be fognak vonulni a német csapatok. Ha hagyod, akkor barátként. Ha nem hagyod, akkor lövő. És Horthy bizonyos habozás után azt az üzenetet küldi haza, hogy a német katonákat barátként kell fogadni. Ezért nincs ellenállás Magyarországon semmi részről, amire a németek számítanak, mert ez a parancs érkezik. Bevonulnak a német katonák, kinevezik Sztójait, Horthy, és azt mondja, hogy innentől kezdődően nem óhajtunk részt venni a politikában.
bezárkózik a várba és visszavonul. És ez a második olyan momentum, ami egy ország vezetőjénél hát nem hagyhatunk tekintet nélkül. Az országot megszállják a jóváhagyásommal, a hivatalban maradok, kinevezek egy kormányt, egy német barát kormányt, és utána visszavonulok a várba, és hetekig nem szólok meg, és nem csinálok semmit. És közben a Sztójai kormány nem csak a Leventéket küldi a hadseregbe, nem csak fokozza Németországba a kiszállításokat, hanem eleget tesz annak a német kérésnek, aminek a magyar kormányok mindaddig nem tettek eleget, vagyis voltak zsidó törvények Magyarországon, nagyon embertelenek, de a deportálásokhoz a Kállai kormány egyszer se járult hozzá. Hitler ezt 42-től követeli ezt, hogy Magyarország is a zsidókat hát likvidálja olyan módon, mint ahogy az elkezdődött Romániában, Szlovákiában, mások. Ez sem Horthy, sem a magyar kormány 44 márciusig nem teszi. És ez azt jelenti, hogy a diszkriminációk ellenére egy ponton kerül veszélybe a zsidóság egy csoportjának az élete, 41-ben úgynevezett idegenrendészeti eljárás keretében deportálják azokat a zsidókat, akiknek nincs állampolgársága, akik menekültek, de mellettük másokat is deportálnak persze, kb. 20 000-18 000, és ezeket átteszik Galíciába, a magyar határon túlra, és ott ukrán és német katonák legyilkolják őket. Tehát alig jönnek néhányan hazából a 18 000-ből. De 800 000 körülbelül itt él Magyarországon. Európának a legnagyobb száma zsidósága. És ennek a deportálása kezdődik meg a német megszállás után. Közvetlenül, nagyon gyorsan, május 10-én először gettósítás van, és május 15-én elkezdik vinni a vidéki zsidókat, Észak-Erdélyben is. És Horthy nem csinál semmit. Míg nem 1944. július elején leállítja a deportálásokat. Egyszerűen parancsot ad, hogy állj. Tehát mégiscsak tudott valamit arról, hogy valami történik. A jóindulatú interpretáció szerint ekkor kapja meg az auschwitzi jegyzőkönyveket, és ekkor értesül arról, hogy mi történik a deportáltakkal. De van egy levele 1942-ből Horthynak, amely ezt az értelmezést, a jóindulatú értelmezést, hogy így mondjam, fölülírja. Hitlerrel való tárgyalásról tér haza 43 elején, és Hitlernek ír egy levelet, amiben a következő mondat szerepel. Excellenciád további szemrehányása volt Hitleri Horthyval szemben, hogy a kormány a zsidó kiirtásának keresztülvitelében nem járt el ugyanolyan mérehatóan, mint Németországban történt, és ahogyan a többi országban is kívánatosnak látszik. És úgy folytatódik a levél, hogy nem kívánhatja tőlem, ő excellenciája, hogy magyar állampolgárokat a halálba küldjék. Na most ezt a levelet nehéz másként értelmezni, mint hogy valamit azért tudhatott arról, hogy mi történik ezekkel a deportáltakkal. És minden esetre leállítja, és ezért van az, ez Auschwitz, ahova viszik a zsidókat, és ezért van az, hogy a Horthy 44-es megítélésével vagy politikával kapcsolatban egy olyan mondatot kell mondanom, amely két tagmondatból áll. A mondat első fele az úgy hangzik, hogy Horthy Miklós, mint Magyarország felelős kormányzója, felelős a vidéki zsidóság haláláért, mert ez 440-valahány ezer embert visznek el, hát közel 500 000-et, és ebből nem sokat térnek haza. De ugyanakkor július elejé föllépésével megmentette a budapesti zsidóságot, vagy annak nagy részét, és ezért van az, hogy a vidéki, magyarországi vidéki zsidóknak több mint 70%-a vesztette oda az életét, pusztult el, és a budapestieknek pedig 30-30%-a. Tehát egész így jön ki az összesen az 57-58%-os veszteség aránya magyarországi izraelita lakosságon belül. 1944. október 16. Horthy végül rászánja magát, azok után a deportálásokat is leállította, rászánja magát, hogy az oroszoktól fegyverszünetet kér, meg akar szervezni egy kiugrást. Németek természetesen erről is tudnak. Elrabolják az utolsó gyermekét, Miklóst, túlszúr tartják, és zsarolják Horthyt, hogy mondjál le Szálasi javára, Szálasi magyar nyilasoknak a szélső jobboldalnak volt a vezetője. Ez ismét egy olyan pont egy államfő életében, amikor el lehet gondolkodni azon, hogyha én 25 évig vagyok egy országnak a első számú vezetője, és hagyom, hogy szobrot csináljanak róla, utcát nevezzenek el,
és élvezem ezt a helyzetet, akkor egy ilyen helyzetben vagyok, hogyan járok el államfőként helyesen? Ha fiammal megzsarolva azt mondom, hogy rendben van, ha a fiam életben marad, akkor átadom a hatalmat Szálasinak, és csöndbe elmegyek az országon. Ez történik. Vagy pedig azt mondom, hogy elsősorban államfő vagyok, és nem családapa vagyok, és legalábbis egy rádiószózatban közlöm magyar lakossággal, hogy mindaz, ami eddig történt, vagy most történik, az az akaratom ellenére történik. És ezért, és ezért, és ezért. Ha Horthy így jár, akkor most itt megint nem én beszélnék, azt hiszem Horthy Miklósról. Tehát az életében, miközben van egy sikeres katonatiszti pálya 1918-ig, 1918 után van egy olyan államfői pálya, amelynek vannak sikeres részei, és vannak olyan részei, amely az ahol a felelőssége, Horthynak a felelőssége nem tagadható. Mi történik? Külön vonat elmegy Horthyval és a családjával Bajorországba kerül, ott amerikai hadifogságba tartják, 1949-ig van Bajorországba. Tito szeretné, hogyha háborús bűnösként kiadnák Jugoszláviának Horthyt. Ehhez sem az oroszok nem járulnak hozzá, sem az amerikaiak, akik egy vizsgálatot indítanak Horthy ügyében, és végül úgy ítélik meg, mérlegelve a negatívumokat, a pozitívumokat, hogy Horthy csak tanúként idézik meg Nürnbergben, nem pedig vádlottként, és Magyarországra se hozzák vissza, mint ahogy visszahozták a miniszterelnökök közül Bárdosit, Imrédit, Sztójai, Szálasit, és valamennyiukat felakasztották ide agyonlőtt. Horthy Miklós nem, sőt hozzájárulnak ahhoz, hogy 1949-ben elhagyja Bajorországot, és önállóan Portugáliába költözzön, Estorilba, ami hát egyrészt egy festői hely, másrészt a tenger mellett van, ugye egy tengerészti szempontjából ez sem közömbös. Salazarnak egy elég Horthy rendszerhez hasonló autoriter kormányzata van, és befogadják oda Horthyt, és egy csomó Horthyhoz hasonló, magasabb, jobb életet élt orosz herceg, tábornok, meg egyéb van, ezt akiben is tartózkodik. Az anyagi alapját ebben a villában laknak. Ez ma így néz ki, de hát nagyjából el lehet képzelni. Eléggé visszavonultam. Ez az egyik testvér, aki itt látható, a felesége, a menye és az Istvánka, ahogy nő. És a itteni anyagi alapokat részben a pápa biztosítja, a pápaság, részben a volt magyarországi amerikai követ Montgomery gyűjt számára és egy alapot létrehoznak, részben pedig azok a magyar zsidó nagytőkések, akik Horthynak a tudtával, támogatásával 44. júniusban egy repülőgéppel elhagyják Magyarországot, ez a Colin Confer-Weiss családok, 50-valahány ember, akik így az életüket megmentik, és a vagyon egy részét is ki tudták vinni, meg gondolom kint is volt vagyon, és ők is támogatják Horthyt. Tehát ez az anyagi alap, amiből a család él, a menye dolgozik rendesen, fordít és egyebeket csinál, tehát nem élnek nagy lábon, és Horthy pedig közben visszavonultan írja az emlékiratait. 1953-ban jelenik meg először magyarul, kiadják angolul, németül, franciául, finnül, norvégül, svédül, csomó nyelven, és ennek a jogdíjaiból is jön be pénz, amiből tudnak élni. Egyre betegebb, ezek az utolsó fölvételek róla, és 1956-os forradalomnál még él, fölvillanyozódik, majd amikor a forradalmat levelik, akkor apátiába esik, és 57 elején meghal. Miközben Horthy emigrációban van Estoriban, Portugáliában, aközben Magyarországon épül az új világ, mint tudjuk, egy új politikai rendszer, amely a történelemszemléletet is újra gondolja, a magyar történelmet is. Ezt az idősebb generáció megérte, ha nem Magyarországon, akkor itt, mert az egész keleti táborban, vagy a szovjet táborban újra gondolták, minden nemzeti múltat újra gondoltak. És ebben a nemzeti múltban az egyik fekete bárány és negatív pont markánsan Horthy Miklós lett. Címlapokra került, viclapokba is és másutt is. Itt például ugye az országgyarapító helyett mondják rá, hogy országvesztő. Na, Lukikám, még mindig országgyarapítók vagyunk. El lehet olvasni? Nem. Lukikám, még mindig országgyarapítók vagyunk, és Horthy Miklós válaszolja, mi az, hol? Az összes szomszédos ország területét gyarapított. Azt is bűnéül rótták föl, hogy azért is bírálték, amit nem csinál.
Én ebből összeállítottam ezekből a könyvekből itt egy csokorra valót, hogy miket írnak, ami valótnak. A katarói matrózlázadás véres elnyomásában vezető szerepe volt. Semmilyen szerepe nem volt. Azután azért ment 19-ben Szegedre, mert tudta, hogy a pénzszerzés az hatalom kell. Nem gazdagodott meg ettől a hatalomtól. Tehát a kormányzóságát ítélhetjük meg így vagy úgy, de nem gazdagon távozott, nem aranyutakkal. Hatalom átadása fejében 21-ben hercegi címet követelt IV. Károlytól. Igen, de nem kapta meg, és ezért fordult vele szembe. Dinasztia alapító ábrándokat melegetett. Ebben volt valami, ha nem is ő, a családja. Ebben volt valami. Kormányzóként viszonya volt Jákó Margit előadó művésszel. Hát ezt nem tudjuk, hogy viszonya volt vagy nem volt, lehetett, de ez az, amit akkor nem ismerték ezt a szót, mai szóval karaktergyilkosságnak nevezünk, ugye amikor a nekünk nem tetsző ellenfelet minden lehető módon, emberileg is az integritásában próbáljuk széttaposni. 1940-ben sok ezer angol fontot és nagyobb mennyiségű aranyrudat helyezett el külföldre. Ez sem igaz. Tudta, hogy Kassára nem szovjet repülőgépekről hult a bomba. Hát nem tudom, hogy tudta-e, de rosszul döntött kétségtelenül. 44-ben szabad kezet biztosított Stroyének a zsidókkal kapcsolatos kérdésében. Ez igaz. Tudott a megsemmisítő táborok működéséről, egyetlen pillanat sem volt kétséges előtt a kiszolgáltatottak sosa. Lényegében igen. Lényegében igen. Tehát talán nem ilyen kategorikusan kéne fogalmazni, de lényegében igen. Még 1940 nyarán is folytatni akarta a háborút. Ez nem igaz, kiugrani szeretett volna belőle. Miklós fia életére cserébe átadta hatalmat Szálasnak. Ez igaz. Tehát valós elemek és nem létező elemekkel együtt alakul ki egy olyan negatív horti kép, amelyet én a gyerekkoromban, az iskolában és máshogy is, és az én korosztályom is hallottam. Na de elérkeztünk 1989-hez, hogy ugye egy autentikus erdélyi embert idézek, elvásott a vörös csillag, ahogy itt ez a kép mutatja. Leszerelik a kommunista emlékeket, a tanácsköztársaság, minden Kumbélát, Szamali Tibort, utcákat átkeresztelnek, és kiviszik őket Budaörsre, nem tudom, jártak-e ott a Balatoni út mellett, ha jobbra lemegyünk, és itt megtalálható, ugye közelről látható, Marx, Engels, Lenin, belülne Kumbéla és az összes többi. Igen, ez szépen össze van. Igen ám, de kiket állítsunk a helyébe? Mert az, hogy átalakítjuk ismét a múlt képet, a történelmi szemléletet, ez rendben van. Megmondjuk, hogy ők nem kellenek. De ki az, aki kell? Tehát az embereknek kell valami pozitív példa is, hogy őt nem akarjuk, aki eddig volt, de valakiket akarjuk. Kik legyenek ezek? Nyilvánvalóan Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc, ők régen éltek, már senki nem érdeklődik irántuk, őket lehet. Na de nem lehet 1848-tól kezdődően a magyar történelem azt mondani, hogy ez nem volt, vagy ott mindenki negatív volt, a kommunisták és a fasiszták is, valaki csak kellett, hogy legyen, akit föl lehet mutatni az embereknek, hogy ő volt az orientációs pont. Ugye egy ilyen 56, és Nagy Imre. De azt is elkezdték vakargatni, azért, hogyha Nagy Imre életét is jobban megnézünk, akkor bizony ott is vannak pöttyök azok az életen, és nem mindenki örül a Nagy Imrenek, valaki inkább Vincenti szerette volna előtérbe tenni. De ez is ebben. De mi legyen a Horthy korszakkal? Mit csinálunk vele? Az egészre mondjuk azt, hogy nem, vagy csak egy részére mondjuk, melyik részére és melyik személyre. Hogy viszonyuljunk ezekhez a figurákhoz? Az nem kérdés, hogy akiket kivégeznek háborús bűnösként, Sztójai, Imre többiek, azok nincsenek, sosem merül föl, hogy neki utcanevük legyen, vagy szobruk legyen, vagy ilyesmi. De Horthy Miklós fölmerült. Először 1990-ben adják ki Gosztonyi Péternek, Svájcban élő 56-os magyar emigránsnak a Horthy könyvét, amely nem durván, de enyhén apologetikus. És olyasmiket mond és ír, amit hogyha sok idő lenne, de lassan az idő lejár, vagy nem jár le? Tehát a Gosztonyi egy kicsit menneget. Azt mondja, hogy a fehér terror nem a nemzeti hadseregből indult ki. Hát honnan indult volna? Azok csinálták. Tehát ez a megtorló akciókat nem a tengernek kezdeményezte. Ez igaz, hogy nem ő kezdeményezte, vagy ki tudja, hogy ő kezdeményezte. Személyes uralmi törekvései nem voltak. Hát ez is, hogy mondjam. A kormányzott általánosságban a legszélesebb tömegek körében is tisztelet és bizalom övezte.
Igen, a minden jobboldali konzervatív körben tisztelet övezte. A legitimisták körében nem, kommunisták körében nem, szociáldemokraták körében nem. És még voltak körök, amelyek körében, népírók körében sem övezte olyan nagy bizalom. Tehát egy kicsit ez apologetikus, de nem durva. 1993-ban viszont Horthy akaratának megfelelően sor kerül Kenderesen az őre temetésre. És itt a magyar kormánynak akkor egy jobb-közép kormányban Antal József vezetésével el kell dönteni, hogy viszonyuljon ez. Antal úgy viszonyul, hogy engedélyezi a családi temetést, és nem kötelezi a kormánytagokat, hogy részt vegyenek, vagy ne vegyenek részt. Aki akar, részt vesz, aki nem akar, nem vesz részt. Itt középen egy 56-os Pongrácz Gergelyt látunk, ahogy gyülekeznek Kenderesen, itt pedig azt a fiatal, csinos asszonyt látjuk néhány évvel későbben, aki Horthynak a menye volt, és a Horthy Istvánnak a felesége, tehát a lezuhant repülőtisztnek a felesége, aki ott egy nagy és Horthy dicsőítő beszédet mondott. Azóta, és ez Kenderesen van, azóta 1993 óta Kenderes, nem azt mondom, hogy kegyhely bizonyos körök számára, de eléggé látogatott, és maga a falu is hirdeti magát, hogy ez Vitéz nagybányai Horthy Miklósnak a települése. És ha megnézik a kriptát, nem tudnak úgy a kriptához menni, hogy ne legyen ott koszorú, ne legyen ott magyar zászló, vagy egy csoportvirág, de és ez nem szervezett, tehát mindig vannak emberek, csoportok, akik ezt a Horthy kultuszt ilyen formában átélják. És egy idő óta elterjedt az is, hogy az újra temetés évfordulóján, hát ilyen kisebb menetek vannak, és emlékeznek Horthy Miklósról Kenderesen. Ez folyamatosan van. Ennek a kultusznak az egyik fő terjesztője volt Horthynak a menye, Horthy Istváné mindaddig, amíg élt. 2013-ban meghalt, de addig ő nagyon aktívan művelt Magyarországon minden elképzelhető módon. Ennek az egyik legfontosabb eszköze az volt, hogy 2000-ben megjelentette az emlékiratait, amelyben tulajdonképpen azt állítja, hogy Horthy nem tudott a zsidók deportálásáról, és azt a meglepő záró mondatot is beleírja, hogy tulajdonképpen Magyarországnak is egy olyan új vérát ömlesztésre lenne szüksége, mint 1919-ben Horthy vezetésével ez hagyott. Hát egyfelől ez nem okozott mindenhol, minden körben osztatlan elismerést, ez a kijelentés. Másfelől viszont személyes tanúként elmondhatom, hogy amikor Horthy Istváné dedikálta a emlékiratait, akkor akkora tömeg kígyózott a kongresszusi palota előtt, Horthy előtt, amit nem is tudom, hogy hány száz volt, és a tőle nem messze annál a pultnál, ahol én dedikáltam, ott ketten vagy hárman álltak. Ez volt a különbség az én munkám iránt érdeklődés, meg a Horthy István és a Horthy iránt. Ennél rosszabbul csak 3 éve jártam, vagy 4 éve a Vörösmarty téren, Orbán Viktor dedikált a szomszédos szállam. Akkor ott még többen lehet. Azóta ki is kötöm mindig, hogyha ilyen nagy ember dedikál a közelbe, akkor kár is oda menni, mert akkor úgyse én vagyok az érdekes, vagy az, amit én. Úgyhogy ő az, amíg élt addig, ő a Horthy kultusznak az ébresztője Magyarországon. Most, és a másik pedig a Vitézi rend. Új alakul Magyarországon a Vitézi rend, sok van benne, több is van belőlük, de van egy magát történelminek nevező Vitézi rend. Tulajdonképpen nagyon nyomoztam az interneten utána, hogy hogy lehet valaki Vitézi rend tagja, mert akkor világos volt, hogy hogy lehet. Az első világháború frontszolgálaton volt, kisegős egyéb, de hogy most kik a vitézek, ugye, ezt nem tudom észreveszik, hogy ő ki, ő a defektotta főszerkesztője Bencsik András, ő pedig maga Mára Zoltán hegedűművész. Hogy neki milyen katonai vagy egyéb vitézi érdemei vannak, ezt nehéz belátnom, de minden esetre ők a vitézi rendnek a tagja. A vitézi rend tagja a kalocsai érsek is, aki biztos szintén jól végzi a dolgát, de hogy miért kell nekem vitézi rendben lenni, az úgy nehéz belátni. És ez a nem is tudom milyen nevű szívsebész. Kiváló szívsebész. Pap. Azt hiszem, igen. Ő is az. Paplás. Na most, amit most fog mutatni, ezt nem kellene mutatnom, de annyira beleszerettem a két képbe, mert a Vitézi rendnek a Horthy kultusz ápolásán túlmenően van még egy fő. Évente rendeznek Vitézi bálatot. És oda ilyen nagyon exkluzív öltözékbe vonulnak be a csinosabbnál csinosabb hölgyek és a fest magyar urak. Bocskányban persze, Viszmagyarban huszárként, és hát látták, hogy táncolnak. Ahogy ezt annak rendje is mondja szerint kell. Úgyhogy a Vitézi rend is árulja ezt a Horthy kultuszt, de ez én szerintem egy kicsit inkább a karikatúrája a dolognak. Tehát ennek a Vitézi rendnek, ahhoz a Vitézi rendnek nem sok köze.
2006-ban Koltai Nemes Kürti elkészítik a Fortiról egy filmet, ami szintén apologetikus, és hogyha idéznék belőle mondatokat, akkor maguk is látnák, hogy ilyeneket mondanak benne, Nemes Kürti és mások, hogy boldog volt az ország, mindenki jól érezte magát, szerettek odajönni. A budai várban mindenki jól érezte magát, a Maros meg a Tisza mentén a kubikusok azok kevésbé érezték jól magát nyilvánvalóan, tehát ez egy soha egy ilyen általánosított kijelentéseket nem lehet tenni. Mindig van, akik jól érzik magukat egy országban, és mindig vannak, akik rosszul érzik magukat, különböző okok miatt. Ez egy ilyen kultuszteremtő film volt valóban, itt a Szürke Pátriának a polgármesterét láthatják, aki bemutatta ezt a filmet. Szegeden kibontják a Hősök kapuját. Pólót is gyártanak Horthy Miklósról, de amennyire látom, ez inkább az idősebb generációk körében. Népszerű fiatalokon még nem láttam Horthy Miklóst, de itt a fia az öregetek körülött hordják, hogy itt is látható. Azután kártyázni is lehet Horthy Miklóssal. Itt ismét ott tartunk, hogy a kultusz a két háború között ellenkultusz 45-től 89-ig, egy kis tétovaság, és elkezdődik egy újabb Horthy kultusz, amely nem a kormány politikája, de különböző köröknek, csoportoknak, és ezek 2010-től egyre inkább egy magyarországi politikai pártnak is a célja ez a Horthy kultusz, ez pedig a Jobbik Magyarországért, amely 2010-től kezdődően tulajdonképpen Vona Gábor volt az a Jobbiknak az elnöke, aki már 2006-ban azt javasolta nyilvánosan, ezt is föl tudnám olvasni, de jobb a fejből mondom el, gyorsabban vége lesz, javasolja, hogy a parlament előtti teret meg kell tisztítani, Károly Mihály szobrát el kell vinni, és helyette Horthy Miklós szobrát kell odaállítani. Ez volt a Vonának a javaslata. Szegeden is van, Szegeden mellett van egy csodaszarvas kör, amely szintén javasolja, hogy a Széchenyi térre egy Horthy Miklós szobrot kell felállítani, onnan indul Horthy. És a polgármester, a szegedi B-betűs, Botka, a szocialista, ugye, nyilatkozott, hogy a Botka, hogy amíg ő a polgármester, addig Szegeden Horthy szobor nem lesz. Tehát ott is kezdődik, hogy már egy ilyen ellenvélemény is elhangzott. De ezt, amint látják, itt mindenféle rendezvények, megemlékezések vannak különböző alkalommal, amelyek, ahol Horthyról nagyon szépeket mondanak. Itt a Nemzeti Hadsereg megalakulása Szegeden ünnepli a közönség, és az egyik csúcsesemény 2012. májusában a helyi önkormányzat, amely részben jobbikosokból állt, részben fideszesekből, elhatározta, hogy a főteret, amit Szabadságtérnek hívtak, átkeresztelik Horthy Miklós térre. Ez megosztotta a gyömrői lakosságot ismét, hogy akkor ez jó vagy nem jó, és gondolták, hogy tájékoztatják a helyi lakosságot arról, hogy ki is volt ez a Horthy Miklós. És hát én gyanútlanul belesétáltam ebbe a csapdába, mert több helyre hívtak már addig is, meg azóta is, hogy Horthy Miklósról, Horthy rendszerről tartsak előadást, tényleg. És hát láttam, hogy hát miért nem a Horthy Miklósról akarnak gyömrői előadást hallgatni, elmegyek és megtartom, ugyanúgy semmit nem tudtam a háttérről, hogy mi van a háttérben. És amikor Gyömrő fele megyek, az egyik barátommal autóval, már a falu határában ilyen golyóálló mellénybe öltözött, géppisztolyos emberek leállítanak bennünket, hogy mit akarnak. Mondom, hogy előadást tartani. Ja, maguk, azt beérünk, bemegyünk Gyömrőre, fogad a biztonság erőknek a parancsnoka, és biztosít arról, hogy személyi garanciát ad arra, hogy a személyemet semmi bántódás nem fogja érni, nyugodtan tartsák meg az előadását, stb. Itt nem fogadtak ilyesmi az utcában, hogy nyugodtan beszéljük. De ott effektíve ez volt, nem lehet volt rá, mert Jobbik nem vonult ki. De ahogy nézett ki, hogy össze fog csapni a Jobbik, a Horthy pártiak, a Horthy ellenesekkel. Az előadást megtartottam, atrocitás nem volt, de kérdések nagyon sokáig voltak, tehát nagyon hosszan elhúzódott, és mindenki elmondta, az egyik rész elmondta, hogy miért szeretjük Horthyt, a másik rész elmondta, hogy miért nem szeretjük Horthyt, és miért nem szabad szeretni Horthyt. Én pedig nagyjából ugyanazt mondtam el, mert most itt a falok nélkül, mert ugye ez azóta történt. Na, mi legyen akkor Gyömrővel? Hosszas húzavona után a gyömrőiek úgy döntöttek, hogy megmaradt Szabadságtérnek, de az egyik állét, ami ott van, azt elnevezik Horthyról, mégiscsak, és felállítottak egy ilyen faszobrot, amire azt mondja, hogy szeressük egymást. Ez lett a gyömrői megoldás, hogy egy nagy Szabadságtér marad, egy kicsi Horthy allé, és az üzenet, szeressük egymást. Nem mindenhol működött ez ilyen, így, mint ahogy Gyömrő működött. Például Keretibe
és fölállítanak egy Horthy-fa szobrot, ugye miről van szó? Tehát arról van szó, hogy magánterületen azt állítok, amit akarok. És ez egy magánterületnek a kertje. És ott egy kicsit ortopéd Horthy szobrot fölállítanak, tehát nem nagyon, hogy mondjam, úgy néz ki, mint az életben, de fölállítják, amely viszont nem tetszett a magyar lakosság egy részének, és voltak, akik ezt ki is fejezték a nem tetszésüket, őt Dániel Péternek hívták azt, nem? Álljunk le? Vagy őt nem mutatjuk? De ez is a történet része, aki leülti piros festékkel, és ez a politikai háttér, de effektív ez a politikai háttér. Na de ez se rossz, ez se szebb. Látják, mi van odaírva? Hív a Dunavára már. Tudják, hogy ezt kiknek mondták 44-ben. Zsidó. És hogy a helyzetet bonyolítsuk, a magyar bíróság se tudta eldönteni, hogy mit kell ebbe a helyzetet tenni. Tudnék, a Dániel teperelték szoborrongálásért, és az első fokon a bíróság fölmentette, sőt azt mondta, hogy társadalmilag hasznos cselekedetet hajtott végre. Mert hogy egy nem kívánatos politikusnak az emlékét nem hagyta, hogy átolja. Másodfokon viszont pénzbírságra ítélték szoborrongálásért. Ezt nem tudom, hogy a Dániel kifizette vagy nem, mert azóta ez Izraelben van és nem jött haza, nem tudom, hogy most hol tartozunk. A szoborállítások minden esetre azóta is folynak, ez egy dunántúli kis falu Csókakő, ahol ugye a öltönyökből, ruhából lehet látni körülbelül, hogy milyen politikai táborhoz tartozók, akik Horthynál szobrot állítanak. És a Jobbik 2013-ben eldöntött, hogy Horthy Miklós emléké lesz Magyarországon. Horthy Miklós, hát ennek kevés jelét vettem észre, azért, hogy Horthy Miklós emlékével lett volna, de kétségkívül, hogy a szobor, avatások és az utca elnevezések korlátozott körben ne folytatódtak. A legismertebb ezek közül az egyik Kunhegyes, ahol egy jobbikos polgármester van az önkormányzat, ott átkeresztelték Horthy Miklós utcának, ami addig volt, az ma is Horthy Miklós utca. Ennél nagyobb ügy volt az, hogy Budapesten 2013. november 3-án egy Horthy mellszobrot avattak föl, és nem akárki avatta föl a mellszobrot, hanem Hegedűs Lóránt, azt hiszem, református lelkész. Lelkész itt avatja a szobrot, ez sem állami terület. Ez is a református egyház, ez a úgynevezett hazatérés templom, ami a Szabadság térben van, és ez is az egyháznak a területe, tehát nem a magyar állam területe, tehát a magyar állam ezt tetszett neki, nem tetszett neki, de ez református egyház ezt engedélyezte, ezt fölállították, és egy eléggé nagy tömeg üdvözölte ezt a szoborovatást, de persze nem a baloldal. A baloldal minden, most ezt összefoglalva használom a baloldal, annak különböző csoportjai, minden egyes alkalommal megragadja az alkalmat, hogy nem tetszésének adjon hangot. Ennek vannak humorosabb formái, mint például ez. Ez egy Horthy Miklós ábrázolás, itt egy humorral mondja el, hogy nem biztos, hogy nekünk, sőt biztos, hogy nem kellene Horthy. De Auschwitz túlélői vagy leszármazottjai és a hozzájuk kötődő más baloldali csoportok, azok viszont számos esetben meg is nevezik és elég dühösen mondják azt, hogy nem kérünk Horthy Miklósból, mint ahogy itt ez látható. Itt úgy szintén ezek az ellentüntetők, és ezeket néha rendőrök választják el egymástól Budapesten, hogy ne verekedjenek. Ettől függetlenül, hogy ez a Horthy elleneseknek a véleménye, a Horthy támogatók, a Horthy hívők, és ez a Jobbik Magyarországért mozgalom és a körülötte lévő, mondjuk egy szélesebb jobboldali kör, továbbra is építi a Horthy kultuszt. 2014. november 16-án például már egy olyan fölvonulást rendeztek Budapesten, ahol egy fehér lovat is beszereztek, csak még nem volt, aki fölüljön rá, amely ott vonult azon az útvonalon, amelyre Horthy vonult 1919. november 16-án. Úgyhogy a kultuszépítés folytatódik Magyarországon, Horthy kultusznak az építése, és a Horthy ellenkultusznak az építése is zajlik. Ha figyelték a Magyarország eseményeket, akkor látják, hogy az elmúlt néhány évnek, vagy talán 10 évnek az egyik legfontosabb jellemzője az, hogy a magyar politika nem annyira a jelenről vagy a jövőről szól, mint inkább a múltról vagy a közelmúltról, és ennek a közelmúltnak Horthy egy emblematikus, ellentmondásosan megítélt figurája.
Jósolni nem a történésznek a feladata, de utolsó mondatként zárszok, én mégis azt mondom, hogy ez minden valószínűség szerint a következő egy-két évtizedben is így marad. Köszönöm szépen a figyelmet!